összeül az SBT az orosz-ukrán konfliktus miatt. Nem kellenek az orosz részvények Budapesten, a Richtert ütik. Vész és óvintézkedés a 110 milliárdos megszorítása, miniszterelnök szerint. Ez a Privátbankár élő híradója, délután 4 óra van. Köszöntöm Önöket, Balla Györgyi vagyok, és már is mondom a részleteket. Semmi sem utalt arra, hogy a maláj légitársaság járatának bármiféle veszéllyel vagy kockázattal kellett volna számolnia, közölte az Eurocontrol egyik tisztviselője. Különben a gép nem is lehetett volna ott, tette hozzá szakértő. Egy amerikai védelmi szakember szerint orosz párti szakadárok lőtték le a gépet. Délután összeül az ENSZ biztonsági tanácsa. Angela Merkel német kancellár sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy korai még arról beszélni, kell-e szigorítani az Oroszország elleni szankciókat. Az eddigi adatok alapján 298 halálos áldozata lehet a Kelet-Ukrajnában az orosz határ közelében történt tragédiának. A maláj légitársaság utasszállító járata Amszterdamból Kuala Lumpurba tartott, amikor a konfliktusos terület felett eltűnt a radarról, 283 utassal és a legénység 15 tagjával a fedélzetén. A gépet valószínűleg lelőtték, valamennyi utas meghalt, többségük holland állampolgár volt. A Commerzbank elemzői szerint a légi szerencsétlenség és az izraeli szárazföldi csapatok megindulása megmozgatta ugyan a piacokat, de a központi bankok tervezett lépései és a szabadságolások miatti alacsonyabb likviditás meghatározóbb a piacon. A maláj gép állítólagos lelövésének hírére minden esetre nem kellenek az orosz részvények. A budapesti értéktőzsdén pedig a Richter nem tud erőre kapni. A papírok árfolyama csak nem 4%-kal esik már. Nem csak teljesítményben, a forgalom alapján is kilóg a sorból a Richter. A gyógyszer cégre 1,5 milliárd forintért születtek kötések, míg a hazai piac forgalma 2,8 milliárd forint. A forint a reggeli erősödés után kora délutánig is meg tudta őrizni viszonylagos erejét, azaz az euróval szemben a 310-es szint közelében tudott maradni. Az euró-dollár továbbra is egy havi mélypontja körül 1,3520-nál jár, emiatt a dollár-forint kurzus sem tudott érdemben eltávolodni a tegnap este megjárt 230 körüli szinttől. A svájci frank kurzusa 255 forint körül jár jelenleg a bankközi devizapiacon. Vész és óvintézkedésként indokoltnak nevezte a 110 milliárdos megszorítást a miniszterelnök. Orbán Viktor a közrádió reggeli műsorában azt mondta, az intézkedésre Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter tett javaslatot, mert bár tartani lehet a költségvetési hiányt, de a tervezett szint szélén 3% körül lesz a deficit. A kormányfő szerint ilyenkor az a helyes, ha egyértelművé teszik országvilág számára, hogy a magyar kormány mindenképpen tartani fogja a hiányt. A zárolás részleteit egyébként augusztus 1-ig dolgozzák majd ki. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma jár a legrosszabbul, ott több mint 9,5 milliárd forintot kell zárolni, míg a külügynek ehhez képest mindössze 536 millió forintot. Elemzők szerint a negatív infláció miatt magas a reálbérek emelkedése, több mint 4%, ami a fogyasztás további bővülését vetíti előre. Ennek az első jelei már látszanak a kiskereskedelem, illetve a háztartások fogyasztási kiadásainak növekedésében. Májusban 4%-kal nőttek a keresetek, a közfoglalkoztatottak nélkül számolva az egy évvel korábbihoz képest. A béremelkedés a versenyszférában és a költségvetési szektorban gyakorlatilag kiegyenlített 4,1, illetve 3,9%-os volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bezárandó komáromi Nokia gyár 1800 dolgozójából nagyjából 500 lehet szlovák állampolgár. Ezért a szlovák munkaügyi hivatal is akcióba lendül, akár csak Andor László uniós biztos. Ő azt méri fel, hogyan lehetne uniós pénzből támogatni a munkavállalókat. A Nokia mobil üzletág tulajdonosa, a Microsoft a következő egy évben 18 ezer munkahelyet akar megszüntetni világszerte, és csütörtökön jelentette be, hogy bezárja a Nokia komáromi gyárát is, ahol 1800-an dolgoznak. Eladóak a felszámolás alatt lévő MAL ZRT tározói, vörösiszap nélkül természetesen. 17 milliárd forintot szeretne kapni érte a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. A pályázatra 45 napig lehet majd jelentkezni. Hétfőn délelőtt 10 órakor lesz legközelebb hírösszefoglaló itt a Privátbankár oldalán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.